Üdvözlet mindenkinek 2022. december 2-án az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal meg fogjuk nézni, hogy mit is írnak a lapok a kialakuló benzin és üzemanyag hiányról, mikennek a hosszú távú következményei, illetve hát mik lehetnek a hosszú távú következményei, valamint milyen megoldást javasol erre az LMP. Mielőtt ezt elkezdjük, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdjük a vezes.hu 11. 28 cikkével kitört a benzin káosz Magyarországon, tartósan fennmaradhat az üzemanyag hiány. Egyre súlyosabbak az üzemanyag ellátási problémák Magyarországon, szakemberek borulátóak. Én még ezzel nem is szembesültem ezzel a jelenséggel, ami azt jelenti, hogy valamiféle áldott állapotban vagyok, mert már hosszú ideje húzódik ez az üzemanyag, káosz, meg cirkusz, de ma volt az első olyan nap, mióta ez megy, hogy én nem tudtam tankolni, és körbe kellett járni a városban, kiskumpéregyházán az összes kutat. Aztán végül az a helyzet alakult ki, hogy találtam egyet 555 forintért, ahol így ugye a teljes áron korlátlanul lehetett tankolni, míg a sálkúton itt már 700 forint volt, a másikon meg 680 a molnál, azt hiszem, de volt két kút is, ahol nem volt egyáltalán már benzin. Most, hogy mi a hosszú távú szituáció, azt nyilván én nem tudom, hogy mennyi ideig vajon nem lesz, vagy hogy lesz, de az szerintem nem áll messze a valóságtól, hogyha arra gondolunk, hogy ezzel csak fel akarnak készíteni minket a jövőre. Arra, hogy milyen is lesz az élet, üzemanyag hiányos közegben, illetve aztán szerintem néhány éven belül, ha egyáltalán annyi van üzemanyag nélkül, amikor az autókat teljesen nem, hogy ki kell vonni a forgalomból, hanem egyszerűen csak nem lesz üzemanyag, így tehát nem fogja tudni használni azt a tulajdonos. Itt érdekel mondhatnánk, hogy autózhatunk-e vagy nem, azonban ha megnézzük a Scientific American cikkét Choice, Control, Freedom and Car Ownership amit magyarul úgy lehetne értelmezni, talán, hogy választás, elnőrzés, szabadság, illetve autó tulajdonos, vagy autóbirtoklás, akkor láthatjuk, hogy arról írnak úgy, kezdik ezt a cikket, hogy az autó hosszú-hosszú ideje a személyes szabadságnak a szimbólumává vált, és az. A szabad útszakasz: előttünk az autóban bárhova megyünk, ahova csak szeretnénk, és a kor kormány mögött a saját sorsunknak kontrollját élvezhetjük. Kézben tarthatjuk a sorsunkat, ezt reprezentálja az autó. Egyfajta erőt kölcsönöz az embernek. Azáltal, hogy a tulajdonodban van ez az autó, lehetőséged nyílik arra, hogy szabadon mozogjál, amerre csak szeretnél, és az, hogy, hogy birtoklod az autód, az a választás szabadságát szintén megadja neked, nagyjából összefoglalván a címet a választás az emberé szabadságot élvez, kontrollt vagy ellenőrzés alatt tartja a saját sorsát, és ez mind összefoglaltatik abban, hogy birtokolja az autót, ugye? Bizarr, de ez fi.org, Freedom and the Car, Szabadság és az Autó 2, 1997. decemberi ez a cikk, ami azt jelenti, hogy nagyjából 25 évvel ezelőtt íródott, és azt mondják, hogy ha csak nem valami radikális újra szervezését tapasztalhatjuk Amerikának, nincs kilátásban az, hogy hamarosan eldobhatjuk az autónak a kulcsait. Az autók, illetve a kamionok, azok itt maradnak velünk. Most láthatja mindenki maga körül a világnak, nem csak Amerikának, hanem az egész világnak ezt a radikális újra szervezését, újra alkotását. És láthatjuk az eszközöket is, amikkel ezt megteszik. Én úgy gondolom, hogy eddig szükség volt az autókra ahhoz, hogy azt a minőségű és mennyiségű ipari és technológiai fejlődést el tudjuk érni, amit elért az emberiség. Most azonban azok, akik uralják és irányítják a világot, teljes joggal gondolhatják úgy, hogy az autó az egy akadálya annak, hogy egy egységes világrendet alkossanak, ahol a teljes ellenőrzés az ő kezükben van. Pontosan azért, mivel az autó a szabadságot reprezentálja. Nem lehet tehát elképzelni egy kontrollált világrendet, ahol az emberek rendelkeznek a saját közlekedési lehetőségükkel, ami akkor a szabadságot, illetve akkor a távolságokat tesz lehetővé rövid idő alatt, mint, mint egy autó, semmi más nem képes erre. Ennek a hatalmas támadásnak az autó ellen ez az oka teljesen mindegy, hogy milyen módon érik azt el. Ezért írnak arról, hogy kitört a benzinkáosz Magyarországon, és tartósan fennmaradhat az üzemanyag hiány. És most tapasztalhatja majd mindenki, hogy mit is jelent ez, hiszen nem olyan egyszerű már, nem, nem mondhatom azt, hogy a leugrok ide vagy oda a hétvégén, elmegyek erre arra, vagy autókázok egy kicsit, nem csak azért, mert drága, tegyük fel, hogy az ember hajlandó lenne megfizetni, még ha hajlandó is lenne megfizetni, annak a feltétele az, hogy találjon egyáltalán üzemanyagot a benzinkutatokon, de most egyelőre úgy néz ki, hogy az a világ megszűnt, amikor bárki csak begurul a benzinkútra és teletankolja az autóját. Ez autonavigátor.hu egyre kevesebb helyen található az egyre olcsóbb üzemanyag. Mit tegyünk, ha nincs a kúton az egyre olcsóbb üzemanyagból? Persze csökken az áruk, hogy most miért is van, annak utána néz mindenki, aki akar. A nagyobb probléma egyelőre az, hogy nem lehet kapni. Ez tvszeged.hu, egyre több szegedi benzinkúton nincs 95-ös és dízel közeleg, az üzemanyag ársapka végórája, ugye az januárra teszik, legalábbis már vannak olyan hírek, miszerint januártól megszűnik ez az üzemanyag sapka, és ráadásul lesz is olyan nagyszerűen ki van találva, amire én nem is gondoltam, de a cégek, teljes áron kapják most, és ők nyilván ki tudják azt termelni, különben nem járnának vele. így tehát először el fog tűnni a személyautók, illetve a fuvarozás vagy hogy mondjam ezt a magánhasználat. Szóval első nekifutásra kiiktatják a személyautó használatot, amit az ember ugye a magán célokra használ, és utána szépen, ahogy fogy az üzemanyag, meg emelkednek az árak, kiszorítják gondolom a céges járműveket, és végül megmaradnak a legnagyobb cégek, vállalatok, és természetesen a kormány. És az, az az autópark, amivel rendelkezik a kormány. Mennyivel egyszerűbb lesz a rendet fenntartani, gondoljon csak bele mindenki haza, rengeteg autó eltűnik a színről, és az emberek nem fognak közlekedni. Persze az ára, ugye az, hogy ha nem lesz autó akkor nem is fognak tudni dolgozni az embereknek, legalábbis egy része, aki most 30-40 kilométert utazik, persze meg lehet azt tenni tömegközlekedéssel is, pont erre szeretne egyébként az LMP egy alternatívát kínálni, mindjárt megnézzük ezt is. Szépen lassan hozzászoktattak minket az üzemanyag korlátozásokkal, csak 20 ezerért lehet tankolni, csak 10 litert, 50 litert, ennyi litert, annyit, stb. És aztán most már előkerült ez az átmeneti készlethiány, ez nincs, az nincs. Illetve hamarosan, szerintem néhány éven belül mindenki búcsút mondhat magánszemélyek az autójának. A megoldás azonban már ott van a horizonton, és LMP az, aki előállt ezzel, legalábbis ez a párt. Klímabérlet Magyarországon is lehet róla szó. Ez a klímabérlet a világgazdaság írja le talán legjobban, ugye az eredeti koncepció szerint ez július másodikai, ez a cikk. Két nyári hónapra, július augusztusra merült fel egy új, országosan érvényes, extrém alacsony áron kínált tömegközlekedési díjtermék bevezetése. Ez ugye a világgazdaság erről számol be. Német 9 euró ticket mintájára alapszik ez a megoldás, és havi bérlet formájában le elérhető a helyi, az előváros és távolsági forgalomban egyaránt semmiféle technikai probléma nincs ezzel, nagyon egy-két nap alatt mindössze meg is lehetne ezt a terméket jelentetni a közlekedési cégek értékesítési felületein. Nem egy faktoros ez a támadás tehát az emberiség ellen, ez a közlekedésnek a korlátozása, szabályozása, illetve aztán keretek közé szorítása, ez egy nagyon fontos gondolat az új világrendben, mivel az emberek minél szabadabban tudnak közlekedni, meg mozogni, annál nehezebb őket ellenőrizni. A, a, vasutat sokkal könnyebb ellenőrizni, mint egy autópályát. Hisz van egy pályaudvar, oda érkezik, oda, onnan indul a vonat, illetve megáll közben állomásokon, mindenhol csak elég ellenőrző szerveket felvonultatni, és kész, menet közben nem lehet kiszállni, mivel ez egyértelmű a sebesség miatt, vagy zárva van, szóval minden, tudjuk, hogy ki az, aki felszáll, leszáll, idejön, jön hogyha ezt egyesítjük egy biometrikus azonosító rendszerrel, akkor mindenki láthatja, hogy van egy tökéletes rendszerünk, amely biztosítja számukra azt a kontrollt, amire mindig is vágytak. Ehhez persze el kell tüntetni az autót. Ez a háború, ez csak egy ilyen ürügy, erre többek közt. Nyilván van számos geopolitikai előnye egy háborúnak, de most gazdaságilag ez az egyik, hogy az autót sikerül visszaszorítani ráadásul úgy, hogy senki nem is fog panaszkodni, hiszen nem tud mit csinálni. Most, ha er ehhez hozzátesszük ezt a javaslatot, hogy a klímabérlet megoldás az üzemanyag hiányra, mint ahogy valóban azt viszont azt mondják, hogy 5000 forint egy bérlet, ahova odamész, ahova akarsz, akkor lehet, hogy sokan megfontolják, akik eddig autóval járnak, hogy átálljanak erre a fajta közlekedési módszerre. Most a probléma az, hogy aki nem tudja megoldani így az életet, túl messze akik a munkahelyétől, a várostól, stb., megint csak visszakanyarodunk oda, hogy a külterületen élőknek a, az élete az meg, megnehezedik, ezáltal szintén szívja fel a város az embereket, mivel azok kénytelenek elhagyni a vidéki területeket, hisz ott most már a közlekedés sem adott, hogyha valakinek nincs autója, azt nem tud rohangálni ide-oda a gyerekkel, vagy bemenni a városba, boltba, akkor egy idő után kénytelen föladni azt az életformát, vagy legalábbis drasztikus változásokat végbevinni abban, amit folytat. Ha visszatérünk még egy kicsit az autóhoz. A vice.com-on azt láthatjuk, a kérdés ugye, hogy mit szimbolizál az autó, és a válasz erre a szabadság. Ha bővebb válaszra vágyunk, akkor láthatjuk, hogy ez a szabadság szimbóluma, de egyébként az amerikai úttörő léleknek is az emblémája, egy szimbólum illetve az ember gazdagságának a jele. Olykor pedig szomorú esetekben otthont is, illetve átmeneti lakóhelyet jelenthet. Elnézve ezt a videót, nem nehéz megérteni, hogy miért is reprezentálja a szabadságot az autó. Az a szabadságot, ami eltűnőben van, és hamarosan nem csak a közlekedési szabadságunkat fogjuk elveszíteni, hanem gyakorlatilag minden mást, amit jelenleg még sokan készpénznek vesznek. Hogy mi ennek az oka? Számos, ahogy én látom, de a legfontosabb talán az, hogy az emberiség mint egy kollektíva elfelejtkezett arról, hogy hol is van a helye a teremtésben. Elfordultunk a teremtőtől, ezért hát ő elfordult tőlünk, és átadott minket nem csak az ellenségnek, hanem gyakorlatilag saját gonoszságunknak és saját primitív elménk találmányainak. Előállt egy olyan világ, ami majdhogy nem teljes mértékben mesterséges, és hogyha elegendő idő lenne, akkor az egész csak egy. Általunk készített virtuális élettérre fog alakulni. Mint ahogyan ez is a ter. Szóval mi a megoldás kérdezhetné bárki egyszerű. Minél távolabb kerül valaki a világtól, és attól a gondolkodásmódtól, ami ott található, annál közelebb kerül a teremtőhöz. Ez áldozatokkal jár, persze, hogy áldozatokkal jár. Mint ahogy minden ami nagyszerű, az áldozatokkal megerőfeszítéssel jár. Megéri. Mindenképpen, hogyha valaki engem kérdez. Fölébredni úgy, hogy nem kell aggódnom amiatt, hogy mi az, ami történik a világban, az nem csak felemelő, de egyben visszaadja azt a szabadságot, amit igyekeznek tőlünk elvenni. Itt tehát Jahusa a Mesiak szavai, a megváltó szavai, mikor itt járt, hogy megtudjátok az igazságot, és az igazság szabadokát tesz titeket, az tökéletesen igaz ebben az esetben is. Ez az, amit én javaslok mindenkinek. Próbáljon közelíteni teremtőjéhez addig, amíg még van idő, és az élet ilyen relatív egyszerűsége zajlik, mint most minden nehézségek ellenére. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan találkozunk, addig is a legjobbakat, és halleluja!